Köszöntöm a nézőket a Hagyma Fesztivál vállalkozói szigetéről. A következőekben a biztonságról fogunk beszélni, hiszen nincs olyan makkui rendezvény, ahol a Forszeg Kft. Ne lenne ott, és ne biztosítaná a lakosoknak a jólétét, a biztonságát, és köszöntöm vendégemet, Szilágyi László ügyvezetőt. Üdvözöllek! Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a televízió nézőket. És igen, már most évek óta mi oldjuk meg a rendezvényeknek a biztosítását, úgy gondolom eseménytelenül, vagy viszonylag eseménytelenül, mert a mi problémák adódnak közben, azokat igyekszünk megoldani. Természetesen erre felkészülünk megfelelő létszámmal, illetve megfelelő tervekkel, hogy ez zökkenőmentesen bonyolódjon le. Mi a feladatotok? A kimondott feladat? A kimondott feladat azért elég sokrétű, mert nem csak az, hogy akik föllátogatnak, azt látják, hogy mondjuk a biztonsági őrök ott állnak a színpad mellett. Itt ennél azért több rétű a feladat. Itt először is kell egy olyan tervet készíteni a fesztiválról, vagy akár bármelyik rendezvényről, ami az adott rendezvénynek a meghatározza, hogy mégis mekkora létszám, milyen típusú rendezvény van, és ahhoz pedig kell egy biztosítási tervet készíteni, illetve egy tűzvédelmi, valamint egy menekülési tervet. Ez azért megelőzi a rendezvényt egy pár héttel, és itt komoly számítások is vannak ehhez, hogy mégis kik a szereplők, és ehhez azért mekkora létszám kell, mert mennyi lesz a körülbelül látogatói szám, és ehhez kell arányaiban egy biztonsági szolgálatot felállítani, és itt megint a típusa a rendezvénynek, hogy mennyire lesz ez békés, mennyire várható olyan tömeg, akik esetleg valamilyen atrocitást is várható tőlük, akkor erre fel kell készülni. Illetve az időjárás, amit nem tudunk befolyásolni, de az is közre játszik ebbe, hogy egy viharos időjárásnál akár egy rendezvénynek az elhalasztása vagy beszüntetése is, ezt fel kell erre készülni, hogy a tömeget valamerre el tudjuk terelni, vagy egyáltalán le tudjuk fújni ezt az egészet. Akkor ezek szerint most tekintsünk a Hagyma Fesztiválra. Ti már a kezdetektől a szervezőkkel együtt ott vagytok, és egyeztettek, hogy minden jól menjen. Így van. Tehát a kezdetektől vannak olyan társvállalkozások, akik akár a tűzvédelmi problémákra készítenek tervet, vagy a kiürítésre közösen megcsináljuk azt a tervet, hogy egy rendezvénynek a területét, ahova ez egy zárt téren van, egy nyílt téren van, a típusát, melyik törvényben van, a sporttörvényhez kapcsolódik, akkor a gyülekezési törvényhez kapcsolódik, vagy a zenés-táncos rendezvényekhez kapcsolódik ez a rendezvény, és itt egész más szabályozók vannak, egész mások azok a feltételek, aminek meg kell, hogy legyenek, és teljesülni kell egy ilyen rendezvénynek a biztosításakor. Azért van segítség is, hiszen a makói polgárőrök is azért szinte minden rendezvényen ők is ott vannak. Velük milyen kapcsolatot ápoltok? Igen, hát köszönjük is a munkájukat, mert én úgy gondolom, hogy ezt nem lehetne másképp megvalósítani egy rendezvényt, hogy azokat a civil szervezeteket, akik a biztonság mellett vannak, azokat is itt bevonni. Már kezdetektől én segítem a polgárőrséget, illetve a cégem segíti a megalakulásába, illetve a működésébe, illetve az együttműködést szerintem nagyon jó velük, és úgy gondolom igyekszem segíteni barátaimon keresztül is, akik a biztonság területén vannak, a polgárőrségnek a munkáját. Milyen egyéb szolgáltatásaitok vannak még a rendezvények biztosítása mellett? Igen, 15 éve itt vagyunk Makón, illetve a térségben, és
itt nem csak a rendezvény biztosítás, hanem eleve a cégünk úgy indult, hogy egy teljes körű biztonsági szolgáltatást tudjunk nyújtani. Ebben benne van a riasztórendszerek, kamerarendszereknek a kiépítése, tűzvédelmi rendszereknek a kiépítése, és ezeknek az üzemeltetése, illetve a karbantartásuk. Hát már kb. 10 éve itt bekapcsolódtunk különböző kamerarendszereknek a felügyeletébe, köztük a Makóiba is, és itt szerelőimmel próbáljuk megoldani a városnak a kameráinak a fölélesztését, illetve a lecserélését egy modernebbekre. Itt most szinte minden főúton van már rendszámfigyelő kamera, illetve nagyon sok esetben segítette már a rendőrség munkáját azok a kamerák, amiket felszereltünk, tehát akár éjjel-nappal jó minőségű képpel szolgálnak, hogy a bűnfelderítésben ezt segítség legyenek. Illetve nagyon van egy diszpécser szolgálatunk is, akik a 24 órában ezeket a jelzéseket fogadják, és ez van vonuló szolgálatunk, aki igényli, akkor természetesen nem neki kell intézkedni abban az esetben, hogyha egy riasztás van, hanem a kivonuló járőr fog ebbe az esetbe segíteni abban, hogy akár a vagy technikai hiba történik, és abból van a riasztás, vagy pedig tényleges bűncselekmény vagy szabálysértés következik be, és akkor ezt kell neki megoldani a járőrnek. Így magánházakra milyen kamerákat ajánlotok? Én úgy gondolom, hogy magánházaknál van egy korlátozás ebbe. Addig nézhetjük a közterületet, míg a magánházunknak a homlokzatát látja. Tehát valamennyire ki kell emelni a kamerát, hogy nem lehet nézni a közterületet. Én olyan kamerákat szoktam ajánlani, ami minden szinten biztonságos, tehát minden körülmények között lehessen látni, illetve lássa az eseményeket, illetve ezt el lehessen élni, akár telefonon, akár számítógépen keresztül, és ez már annyira kifejlődött ez a kameráknak az okos felokosítása, hogy azt is lehet rajta látni, hogy most járművel van mozgás, személyekkel van mozgás, bizonyos területen belül van egy mozgás, és akkor ott már egy riasztórendszerrel összeködve fog riasztani a riasztórendszer, amin kamera rendszer össze van vele kötve, és így akár egy élelős őrzés is kiváltható egy kamera és intelligens riasztórendszernek a használatával. És ha már magánházak és modern eszközök, nem feledkezhetünk meg az okos házakról sem. Mennyire népszerűek ezek, illetve miben tudják megkönnyíteni, megkönnyebbíteni az életünket? Igen, mi abból indultunk ki, hogy a riasztórendszer és nagyon sok mindent rá lehet építeni. Nagyon sokan nem tudják, hogy miket lehet még vele működtetni, tehát akár egy szivattyút, akár egy napellenzőt, vagy egy kapumozgatást is már egy egyszerű riasztórendszerre rá lehet kötni, és ezen haladva jutottunk el odáig, hogy egy magyar fiatal mérnökök által fejlesztett okos otthon megoldást próbálunk bevezetni. Kicsit ez nekünk még furcsa, hogy mindent távvezérlünk, de most már nagyon sok új házat már eleve úgy építenek, főleg nagyvárosokban, hogy az okos otthon megoldások már benne vannak. Megkönnyíti az ott lakóknak az életét, de olyan biztonsági lehetőségeket is kínál, ami egy nap előtte, tehát egy pár évvel ezelőtt ez nem volt elérhető. Tehát például egy nagy erejű szélnél becsukja a könyökkaros napellenzőt, leengedi a redőnyt, vagy egy
vízfolyásnál egy, akkor lezárja azt a szelepet, ami a házba a központi vízcsaphoz van kötve. Tehát ezt akár, hogyha oda vagyunk üdülni, vagy nem tartózkodunk otthon, jön a riasztás, hogy a vízérzékelő jelez, hogy mondjuk a fürdőszobába elindult, tehát ereszt a csap, vagy a mosógép cső leszállt a csapról, akkor ebben az esetben el tudjuk zárni távolról a vizet, nem ázik szét a lakásunk. Vagy olyan, hogy az öntözőrendszert beállítjuk, hogy ez folyamatosan öntözzön. De például ekkora esőnél már fölösleges még több vizet produkálni a fűre, ebben az esetben automatikusan elzárja azt az öntözőrendszert, ami működtetnénk. És mellette a kamerarendszert is ugyanúgy rá lehet kötni, a riasztórendszert. Van olyan megoldások, amikor lámpát például rá lehet kapcsolni, vagy egy televízió készüléket, és nem vagyunk otthon, akkor váratlanul elindítja a tévét, fölkapcsolja a lámpát. Tehát olyan, mint hogyha otthon tartózkodnánk, és ez megint egy megelőzés. Vagy egy olyan telefonhoz van kötve, ami egy vészhelyzeti telefon, és akkor azt fölhívja, akár egy járőrt fog kiküldeni a helyszínre. Tehát ez annyira szerteágazó lett most már az okos otthon megoldás, hogy ez szerintem egy pár éven belül ez egy eleve elérhető, már most elérhető dolog, nagyon kevés, viszonylag kevés beruházással, és folyamatosan is beépíthetően. Szerintem nagyon sok otthonban ez megtalálható lesz majd. És akkor ezek szerint ehhez elég a telefonunk, és akkor azon egy helyen minden megvan. Igen, elég egy telefon, vagy egy tablet, vagy egy laptop, akár az otthoni programozáshoz is, vagy az otthoni üzemeltetéshez is, ez teljesen elég egy sima kézi eszköz, amivel ezeket be lehet állítani, el lehet indítani, illetve meg lehet akadályozni is, hogy működjön. Tehát bármilyen olyan probléma közben előfordul, akkor rá lehet távolról is csatlakozni, és akkor el tudjuk érni ezeket a berendezéseinket. Meg az összes elektromos berendezés szinte rá lehet kötni az okos otthonra. A konnektoroknál, kapcsolóknál egy ekkora kis lapos kis szerkezetet kell mögé beépíteni, és a központi egységgel a nullás vezetéken keresztül elérhető az összes otthoni berendezésünk, amit akarunk. Melyik az a korosztály, aki ezt az okos otthont elmeri indítani, vagy bele mer kezdeni? Gondolom azért a fiatalabbak. Nem biztos, nem. Nem. És ezt azért mondom, mert igen, a fiatalok azok már az új lakásoknál kérik ezeket. Tehát ezt azok, akik telepítik nekünk ezeket, Dunakeszi a cég, akikkel kapcsolatban állunk, és ők a Pesten nagyon sok lakóparkot is így már eleve úgy adnak át lakásokat, hogy ez benne van, és nem feltétlenül a fiatalok igénylik ezt, hanem már a középkorosztály, a mi korosztályunk is a kényelem miatt azt mondják, hogy legyen beépítve. És ez olyan, mint a telefonnál, hogy nem csak azokat a dolgokat használjuk rajta, ami mondjuk a hívás fogadásra, hanem most már egyre több kényelmi funkció szerepelnek a telefonon. Az emberek hozzászoknak ehhez, és igénylik majd azt, hogy mikor látják a jó dolgokat, hogy ezek miért lehet ezeket használni, üzemeltetni, akkor egyre több mindent megnyitnak, mert van egy olyan fül rajta, hogy föltelepítjük az egészet, de letiltjuk, amit nem kérnek. És utána, amikor igény van rá, akkor ezeket mind kinyitogatjuk a füleket rajta, hogy például egy esőztető, vagy egy redőny, egy elektromos motoros redőny van föltelepítve, akkor arra rá tudjuk kapcsolni az okos otthon megoldást. Köszönöm szépen, hogy beavattál minket ebbe a témába, és hát sok sikert kívánok nektek a továbbiakban is. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és akkor várjuk a megkereséseket a lakosságtól, illetve a vállalkozásoktól is. És önöknek is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.